Sziasztok! Hi! Isten hozott mindannyiunkat, mindannyiunkat. Welcome, all of you! Nagyszerű látni benneteket. It's great to see you. És nagy kiváltság itt lenni előttetek. And it's a great privilege to be here before you. Imádkozzunk. Let's pray. Drága Urunk, tényleg csak eléd jövünk. Precious Lord, we come before you. És az élő vizek forrásához akarunk jönni. And we want to come to the source of living water. Inni akarunk ebből a forrásból. And we want to drink from that well. Szükségünk van arra, hogy te elégíts meg minket. We need you to satisfy us. És csak kérlek, hogy kent fel ezeket a gondolatokat, a szavakat. And Lord, please anoint these thoughts, these words. Hogy a te hangodat halljuk. That we would hear your voice. A te szódat. Your word. Szükségünk van rá, Jézus. We need it, Jesus. Kérünk, hogy kent fel a füleinket. We ask you to anoint our ears. Adj összpontosítást nekünk. And give us concentration. A te drága nevedben. In your precious name. Amen. Nagyon megáldott a dicsőítés. I was very blessed by the worship. Mert így ezeken gondolkoztam igazándiból. Because I've been thinking about these things. Azt hiszem az első dal volt az, hogy lásd, ő jön fenn a felhőkön. Like the first song was, behold, he comes. És csak kérlek, hogy lapozzatok oda Kettő Királyok 6-hoz, és csak egy nagyon rövid részt megnéznénk. And please turn to 2 Kings 6, and we are going to look at a short és portion. És egy ilyen nagyon rövid gondolatom van nektek. And I just have a short thought for you. De remélem, hogy bátorító. But I hope it's encouraging. És csak így ezen gondolkoztam. And this is what I was thinking about. Hogy amikor ott vagy, nem tudom, voltál-e már a gödör mélyén? I don't know if you have ever been at the bottom of the pit. Én már voltam. I was, or I have been. És igazándiból két jó dolog van ebben. And there are two good things about that. Az egyik, annyit már csak fölfele van. One is that you can only go upwards. Tudom, amikor lent vagy a legalján. Then you are at the bottom. És a másik pedig az, and then the other thing is, hogy már régen csináltam ilyet, de kellett árkot ássak egész mélyen csöveknek. It's been a long time since I've done that, but I had to dig that ditch for some pipes. És amikor lent vagy és ásol, and when you're down there and you're digging, és körbenézel, and you look around, és mindenhol csak föld van, and you find the soil all over, gyökerek. Maybe roots. Nem túl sok minden. Not much. És ha szeretnék látni valamit, and if I want to see something, akkor fel kell emeljem a szemeimet. Then I have to lift up my eyes. És sok tényleg erre szeretnélek bátorítani benneteket. And this is what I'd like to encourage you to do. Mert annyi mindennel van tele a szívünk. Because our hearts are full of so many things. Az elménk. And our minds. Tényleg csak ami körülvesz minket így a világban. And things that surround us in the world. A kihívások, problémák, nehézségek. Challenges, problems, difficulties. És azt mondja az írás, hogy a szívünk az csalárd. And the word says that our heart is deceitful. Nagyon könnyű félrevezetni. It can be misled very easily. És nagyon könnyű a láthatókra tekintenünk. And it's very easy for us to look unto the visible things. És azt gondolom, hogy ez a nyilvánvaló. And think that those are the obvious things. És itt van egy kis történet. And here's a Kettő Király 6-ban, ott van Izrael. 2 Kings 6, there's Israel. És nem Israel. Akarom itt az egész részt elolvasni, csak pár verset veletek. And I don't want to read the whole portion, just a few verses. De a szíriai hadsereg megtámadja őket. But the Syrian army attacks them. És ott van Elizeus a szolgájával. And there's Elisha. A 15. aztán versről. With his servant from verse 15 on. De olvassuk a 14-től. But let's read from verse 14. Akkor lovakat, szekereket és nagy sereget küldött oda, akik elmenének éjjel és körülvevék a várost. Felkelvén pedig jókora reggel az Isten emberének szolgája, kiméne és íme seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És mondta neki az ő szolgája, jaj, jaj, édes uram, mit cselekedjünk?
Therefore sent he thither horses and chariots and a great host, and they came by night and compassed the city about. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, a host compassed the city, both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? És egyszerű a történet, nem? And the story is simple, it's obvious. Körülvette a nagy sereg. The great army surrounded them. Tehát amíg a szem ellát, még azon túl is. As far as they could see, even beyond that. Rengeteg az ellenség. The enemy is plentiful. És nyilvánvaló, hogy itt a vég. And it's obvious that they are just over. Így gondolkodunk sokszor. I mean, many times this is how we think. Itt a vég. That's the end. Innét már nincsen tovább. And we cannot go any further than this. Nincs menekülés. There is no escape. Ott volt Izrael, amikor Egyiptomból megszabadultak. There was Israel when they were delivered from Egypt. És ott volt a Vörös-tenger előttük és mögöttük az egész egyiptomi sereg. And the Red Sea was before them and behind them was the whole army of the Egyptians. És nem volt fegyverük sem. And they didn't have weapons to fight. Tehát és körülnézel és azt látod, hogy el vagyok veszve. And you look around and you see that you're lost. És ha erre nézek, akkor el vagyok veszve. And if I only look unto this, then I am lost, then I'm in a hopeless situation. De a nagyszerű dolog, hogy itt a történet nem ér véget. But the great thing that that's not the end of the story here. Hanem azt mondja, but it says, felele ő, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük. És imádkozék Elihus, és mondta, ó Uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. And he answered, Fear not, for they that are with us are more than they that are with them. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. És erre van szükségünk. And this is what we need. Hogy lássunk. That we would see. Hogy ne azt lássuk, ami természeti. That we wouldn't see ami the nyilvánvaló. Natural, the obvious. Hanem lássuk, ami, hogy a szemeinket emeljük fel. But that we would lift our eyes up. Hogy lássuk, hogy ő jön. We would see that he's coming. Hogy ő a mi szabadítunk. That he's our deliverer. Hogy ő, aki harcol értünk. That he's the one who fights for us. És még befejezésképpen kérlek, hogy closing, a 66. Zsoltárhoz lapozzunk oda. Please turn to Psalms 66. És azt mondja, and it says, és csak magyarul fogom elolvasni talán a 6. versig, mert elolvashatnánk az egészet, olvassátok majd el. I mean, please just read it for yourself in English. We are going to read it till verse 6, but you could read the whole thing actually. Éneklőmesternek Zsoltára ének. Örvendez Istennek, ó, te egész föld, énekeljetek az ő nevének dicsőségét, dicsérjétek az ő dicséretét, minnyájan, Istennek, mi csodálatosak a te műveid, a te hatalmad nagy volta, miatt hízelegnek neked ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, énekel neked, énekel a te nevednek, Szela. Jöjjetek és lássátok az Isten dolgait, csodálatosak az ő cselekedetei az emberek fiain. A tenger szárazzá változtatta, a folyamon gyalog mentek át, ott örvendeztünk ő benne. Ezt mondja, hogy jöjjetek és lássátok Isten dolgait. This is what he says, come and see the works of God. A Zsidók 12-ben azt mondja, in Hebrews 12 it says, hogy nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Tudod, emeld fel a szemed és nézd Isten dolgait. Just lift up your eyes and see the works of God. Emlékezz vissza arra, hogy miket tett Isten az életedben. And remember the things God had done in your life. Nézd körül és nézd meg, hogy mit tett a testvéreid életében. Just look around and see what he has done in the lives of your brothers and sisters. És lehet, hogy most éppen reménytelennek érzed a helyzetet. And maybe you feel the situation is hopeless. Maybe you are in de despair. Csak emeld fel a szemeidet. But just lift up your eyes. Nézd Jézus Krisztusra. And look unto Jesus Christ. Mert a szabadítás az onnét fog jönni. For your salvation és a szabadítás az jönni fog. And salvation will lehet, come. Hogy most nem látom. Maybe I cannot see lehet, it hogy now. Nem érzem. Maybe I cannot feel de, it. De meg fog szabadítani. But he's going to deliver
me. Mert ezt ő megígérte. Because he promised it. Ő a szabadító Isten. He is God who delivers. Ő az, aki átvitte Izraelt a tenger közepén a szárazon. He is the one who took Israel through the sea on dry ground. Ő az, aki megváltott minket. He is the one who saved us. És most ott ül a trónon a Isten jobbján. And now he is there sitting on the throne on the right of the Father. Ő az, aki mindenek fölé lett emelve. And he is the one who is lifted up above all. És nincsen semmi, ami ne engedelmeskedne neki. And there's nothing that wouldn't obey him. Nincsen olyan helyzet, ami ne ő uralkodna. There's no situation he wouldn't rule over. Ő a te királyod és uralkodó. He is your king and your ruler. És minden egyes helyzetnek ő az ura. And he is the lord of every situation. És nem történhet meg semmi. And nothing can happen. Semmi, amiről ő ne tudna. That he wouldn't know about. Nincsenek véletlenek az életeinkben. There are no accidents in our lives. És még egy verssel befejezném, nem tudom pontosan hol van a Bibliában. I don't know exactly where it is Jeremiás in the Bible. Jeremiás irálmai. It's in Jeremiah or in Lamentations. Házi feladatot kikeressétek. Homework to look it up. Jó várni és megadással lenne az Úr szabadításáig. But it's good to wait and submit to the Lord until he delivers us. Tudod, csak várni rá. Just to wait upon him. És nem kell aggódjak. And I don't have mert to nézd worry. Körül, hogy többen vannak, because akik just velünk look vannak. Around, those who are with us are more. Isten seregei ott vannak körülöttünk. The armies of God are around us. És meg fognak szabadítani. And they are going to deliver us. Drága Úrunk, csak köszönjük. So precious hogy Lord, te vagy thank a szabadító Isten. That you are our God who és delivers. Köszönjük, hogy hozzád jöhetünk és rád tekinthetünk. Thank you that we can come to you and we can look to you. És csak kérünk téged, hogy áld meg most a felajánlást. And we ask you to bless the offering now. Kérünk, hogy te sokasíts meg. We ask you, Lord, to multiply. Töltsd be a szükségeket. And fulfill the needs, Lord. Töltsd be embereknek a szükségeit. Fulfill people's needs. A gyülekezetnek a szükségeit. And the church's needs. És köszönjük, hogy te vagy az, aki gondoskodsz rólunk. And thank you that you are the one who provides for us. Amen. In your precious name. Amen. Okay, hi everybody. Sziasztok. It's great to see you all. Nagyszerű látni benneteket. It's been a long time since we've been together in this room. Régóta nem voltunk együtt ebben a teremben. Praise God. Dicsőség Istennek. I have a couple of announcements, okay? Before van néhány bejelentésem, mielőtt elkezdenénk. Okay, one of them is wait, let me see. One of them is not to forget the mini conference it's happening on October 3rd. Az első, hogy ne felejtsétek a mini konferenciát október 3-án. Okay, it's going to be 10 to 6 o'clock on Saturday. 10-től 6-ig lesz szombaton. Only Saturday. Csak szombaton. Okay, so you can come any part of the day or jöhetsz a nap bármelyik részében. Fodor Jani and also Borci are going to be our guests. Fodor Jani meg Borci lesznek a vendégeink. Guest speakers and előadók. It's going to be a great day, so everybody és is nagyszerű welcome, lesz. Okay? Mindenkit szeretettel látom. Also, you know we've started services on Wednesdays. És hogy tudjátok, elkezdtük a szerda istentiszteleteket is. We're going through the book of Ephesians. Az Efézusi levelet vesszük végig. It's also live streamed. És élő közvetítés is van róla. So you can see it on Facebook and YouTube after. Ja, Facebookon és aztán utána a YouTube-on is lehet megnézni. So you're welcome to participate in that also. Várunk erre is szeretettel benneteket. Now we're going to pray for our amazing Madi. Most pedig a csodálatos Madinkért fogunk imádkozni. He's at home sick, so we want to pray for otthon him. Otthon van betegen, úgyhogy szeretnénk érte imádkozni. Úgyhogy imádkozzunk együtt. So Father, we are so thankful to be here. Atyánk, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy itt lehetünk. And we know that you are present. És tudjuk, hogy te jelen vagy. And not only present with us, but in us. És nem csak hogy velünk vagy jelen, hanem bennünk is jelen vagy. And Lord, as a local church, we want to pray for Madi. És Urunk, helyi gyülekezetként szeretnénk imádkozni Madiért. And that you would just touch him in a very powerful way. Azért, hogy érintsd meg őt egy nagyon hatalmas módon. Heal him. Gyógyítsd meg őt. We pray for Lila also. És imádkozunk Lilaért is. His whole family. Az egész családért. What an amazing family. We thank you for them. Milyen csodálatos család. Köszönjük őket. Yes, Lord. Igen, Urunk. Pray for this
message now. És imádkozunk ezért az üzenetért. Használd a te dicsőséged, Thank you for Ivan's message. Köszönjük Iván üzenetét. In your name, amen. A te nevedben, amen. Okay, so great introduction. Nagyszerű volt a bevezető. Jordan Special has a song. Jordan Specialnek van egy dala. And it says, I'm stuck in life, stuck in a rut. És azt mondja, hogy megakadtam az életben, benne akadtam egy ilyen keréknyomban. The walls are so high, I gotta look up. És a falak olyan magasak, hogy fel kell, hogy tekintsek. And see the God who can help or something like that. És láthatom Istent, aki tud segíteni. That intro made me think of that. Ez jutott eszembe a bevezetőről. 2 years ago I was at the conference in Vajta. 2 évvel ezelőtt ott voltam a vajtai konferencián. And I heard a message by Bajki László. És hallottam egy üzenetet Bajki Lászlótól. He's a great preacher. Nagyszerű prédikátor. But he said something that I have never forgotten. És mondott valamit, amit soha nem felejtettem el azóta. He said, unless you can say, azt mondta, hogy ha csak azt nem tudod mondani, that where you are right now is exactly where God wants you to be. Hogy az a hely, ahol most vagy, pontosan az a hely, ahol Isten akar, hogy legyél. Then you cannot walk with the God who is now. Akkor nem tudsz járni azzal az Istennel, aki most van. Okay, I'll say it again. Elmondom még egyszer. Unless you can say that where I am right now, hogyha nem tudod azt mondani, hogy az a hely, ahol most vagyok, is exactly where God wants me to be. Az pontosan az a hely, ahol Isten akarja, hogy legyek. Then I cannot walk with the God who is now. Akkor nem tudsz járni azzal az Istennel, aki most van. It seems kind of obvious. Nyilvánvalónak tűnik. Because I can only be where I am now. Mert hát csak ott lehetek, ahol vagyok most. If I would believe, hogyha azt hinném, that I need to be somewhere else, hogy valahol máshol kell lennem, vagy valaki másnak kell lennem, in order for God to be with me, ahhoz, hogy Isten velem legyen, then I am a lost person, akkor right? Elveszett ember vagyok. But when Jesus said that all authority was given to him, de amikor Jézus azt mondta, hogy neki adatott minden hatalom, and that he would never leave us, és hogy ő soha nem hagy el minket, and he is going to be present with us all the way to the end of the age, és egészen a korok végezeteig velünk lesz. Of course he was speaking to the apostles, és persze az apostolokhoz beszélt ott, but also he was speaking to us, de ugyanakkor hozzánk is. It's amazing to walk with God, isn't it? Csodálatos Istennel járni, nem? Chaba said last week that God is not sentimental. Múlt héten Csaba azt mondta, hogy Isten nem szentimentális. Have you noticed that? Feltűnt már? There's another Jordan Special song. Van egy másik Jordan Special dal is. It says it didn't knock. És azt mondja, hogy nem kopogott. It didn't ask. Nem kérdezett. The door was closed. Zárva volt az ajtó. But he still came in. De akkor is bejött. One fine day, egy szép napon crisis came. Jött a krízis, jött a válság. But I didn't know he really was my friend. És nem is tudtam, hogy ő igazából a barátom. Because no training seems joyful. Mert semmilyen kiképzés nem tűnik örömtelinek. When you're in the middle of the test. Amikor a próba közepén vagy. Pray and faint not. De imádkozz és ne lankadj el. Trust in his love and rest. Bízz az ő szeretetében és nyugodj. That's the best. Ez a legjobb. And you'll get blessed. És Isten megáld. You know, if you look at the book of look in Genesis. Ha megnézzük egy Mózes. Let's turn there. Lapozzunk is oda. In the story of Joseph, which is a pit story. József története, amilyen ilyen gödör történet. And it is true, being in a pit, it's not so bad. És igaz, nem olyan rossz gödörben lenni. It can only get better. Right? Annál már csak jobb lehet a helyzet, javulhat. That's a relaxing place to be. És ez egy ilyen nyugodt hely. Felszabadító. Joseph knew what that was. És József tudta, hogy mit jelent ez. But as we hear the amazing story of Joseph, de hogy halljuk József csodálatos történetét, the Lord interrupts the story. Az Úr félbeszakítja a történetet.
to tell the story. He interrupts the story in chapter 38. A 38. fejezetben. To tell the story of Judah and Tamar. Elmondja nekünk Júdának és Támárnak a történetét. Okay, so let's look at the last verse of 37. Úgyhogy nézzük meg a 37. fejezet utolsó versét. Thus his father, Joseph's father, Jacob, wept for him. 35. vers. Sírva megyek fiamhoz a sírba, így síratta őt az atya. Meanwhile, the Midianites had sold him to Egypt, in Egypt, to Potiphar, an officer of Pharaoh, the captain of the guard. A midianiak pedig eladták őt Egyiptomba Potifárnak, a fáraó főemberének, a testőrök főhadnagyának. Okay, then if you go to chapter 39. És aztán a 39. fejezet első verse. It says, now Joseph had been brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, the captain of the guard, an Egyptian, had bought him from the Ishmaelites who had brought him down there. Józsefet levitték Egyiptomba, és megvette őt azoktól az izmaeliektől, akik őt odavitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök főhadnagya. We see the hand of God all over this, right? Látjuk Isten kezét itt az egész történetben. Naturally speaking, it's a bad situation. Természetileg szólva, ez egy rossz helyzet. But from God's perspective, it's perfect. De Isten nézőpontjából ez tökéletes. And we even wonder, like, Lord, why did Abraham have Ishmael? És még azon is tűnődünk, hogy Uram, miért született meg Ábrahámnak Ismael? And he said, well, I needed somebody to bring Joseph to Egypt. És mondhatná az Úr, hogy hát szükségem volt arra, hogy valaki elvigye Józsefet Egyiptomba. So that's why Abraham. Ezért született meg Ábrahámnak Ismael. Nagyon fontos. Many other reasons, but meg sok másokból is. Okay. But chapter 38. A 38. fejezet. Viszont egy őrült fejezet. In the middle of this story. Ennek a történetnek a közepén. Because Judah had three sons. Judának volt három fia. And Tamar was married to one. És Tamar a felesége volt az egyiknek. And he died. Aztán az meghalt. And so she, by the rules of the és a korabeli szokás marriage, szerint, Judah gave his second son to Tamar. Ugye a Tamart Júda a második fiának adta a feleségül. And he died. És aztán ő is meghalt. And he had another younger son. És volt még egy fiatalabb fia. And he did not give that son to Tamar. De Tamart már nem adta hozzá hozzá a fiúhoz. Tehát angry. Tamar dühös lett. So she dressed up herself like a prostitute. Úgyhogy felöltözött egy prostituáltnak. And she seduced Judah. És hát elcsábította Júdát. And she became pregnant with Judah's child. És teherbe esett Júdától. And she kind of tricked him, right? Behúzta a csőbe igazán. And he gave her some things. És adott Júda neki pár dolgot. And when how does the story go? Wait, let's go. És nézzük, hogy is történik ez itt. Yeah, sorry, I forgot the details at the very end of it. Elfelejtettem itt a végén a részleteket. Okay. About okay. Okay, verse 20. 20. vers. When Judah sent the young goat by his friend the Adullamite to take back the pledge from the woman's hand, he did not find her. Júda megküldte a kecskegidát Adullámi barátja által, hogy visszavegye az állogot az asszonytól, de nem találta őt. And he asked the men of the place, "Where is the cult prostitute who was at Edayim at the roadside?" Akkor megkérdezte a helység férfiait, "Hol van az a parázna nő, aki Énaim mellett az útfélen volt?" And they said, "Well, there's no cult prostitute has been here." Ők azt válaszolták, nem volt erre paráznanő. So he returned to Judah. Visszatért át Júdához. And said, "I have not found her." Also the men of the place said, "There's no cult prostitute here been here." És ezt mondta, nem találtam meg őt. A helység lakosai is azt mondták, hogy nem volt erre paráznanő. Judah said, "Well, let her keep the things as her own, or we shall be laughed at." Erre azt mondta Júda, tartsa meg magának az állogot, hogy csúffá ne legyünk. You see, I sent this young goat and you did not find her. Íme én megküldtem a kecskegidát, te pedig nem találtad meg őt. So then about 3 months later, Judah was told, "Tamar, your daughter-in-law has been immoral."
Mintegy három hónap múlva jelentették Júdának. Támár a menyet paráználkodott. Moreover, she is pregnant by immorality. És íme várandós is a paráznaság miatt. And Judah said, bring her out and let her be burned. Erre ezt mondta Júda, vigyétek ki őt és égettessék meg. As she was being brought out, she sent word to her father-in-law. Már vitték kifele, mikor üzenetet küldött apósához. By the man to whom these belong, I am pregnant. Attól a férfitől vagyok várandós, akié ezek a holmik. And she said, please identify whose these are, the signet and the cord and the staff. Ezt mondta, nézd meg jól, kérlek, ki ez a gyűrű, ez a zsinór és ez a pálca. And Judah identified them and said, she is more righteous than I am. És megismerte Júda, és ezt mondta, igazabb ő nálam. And since I did not give her my son Shelah, mert bizony nem adtam őt fiamhoz, Shelahhoz. And he did not know her again. De nem hált vele többet Júda. So when the time of her labor came, there were twins in her womb. Amikor elérkezett a szülésének az ideje, íme ikrek voltak méhében. When she was in labor, one put out a hand, and the midwife took and tied a scarlet thread on his hand, saying, "This one came out first." Szülés közben az egyik kinyújtotta a kezét. A bába fogta és vörös fonalat kötött rá, és azt mondta, "Ez jött ki először." But as he drew back his hand, behold, his brother came out. De amikor visszahúzta a kezét, mégis a testvére jött ki. And she said, "What a breach have you made for yourself?" Therefore, his name was called Perez. És azt mondta a bába, hogyan törtél magadnak rést, azért nevezte Pérecnek. Afterward his brother came out with the scarlet thread on his hand and his name was Zerah. És utána kijött a testvére, akinek a vörös fonál volt a kezén. Now, why would the Lord put this crazy story in the middle of Genesis? Miért tette bele az Úr ezt az őrült történetet József történetének a közepébe? Azért, go to Judges. A Bírák könyvéhez, Ruth könyvéhez lapozunk. Matthew, I mean, Judges Ruth. A Bírák könyve után van. In the very last part. A legvégén. We see the genealogy of David. Látjuk Dávidnak a nemzetségi táblázatát. Now, these are the generations of Perez. És azt mondja, hogy ezek Pérec utódai. Perez. Pérec. Wait a minute. Várjunk csak egy kicsit. Is this the same Perez? Ez ugyanaz a Pérec. This is the same Perez. Igen, ez ugyanaz. Right, as that's why the Lord put it the ezért chapter. Van ott az a fejezet. 37. A 38. Or 38 between 37 and 39. A 37. és a 39. között. Because the Lord wanted to show what he was doing. Mert az Úr meg akarta mutatni, hogy mit csinált. Sometimes we think that God is like us. Néha azt gondoljuk, hogy Isten olyan, mint mi. Right, that he does everything, he does everything morally right. Hogy mindent erkölcsileg helyesen cselekszik. That he doesn't ever allow anything bad. Nothing bad is his will. És semmi rossz nem lehet az ő akarata. But it's not true. De nem igaz. I have a friend, his name is Dominic Di Piazza. Maybe, does anybody know Dominic him? Di Piazza, nem tudom, van-e, aki ismeri. He's a bass player. Like basszus játékos. One of the best bass players in the world, gitáros, actually. Az egyik legjobb a világon. He got saved maybe 25 years ago. Talán 25 évet ért no, meg. No, 30 years ago. Na jó, 30. And he quit his guitar. És aztán nem gitározott többet. He left the jazz world. Ott hagyta a jazz világát. Came to Bible college. Eljött bibliaiskolába. Got his bachelor's degree. Aztán got a diplomát szerzett. In theology. Teológiából. Then he there was a mess in the church where we were. Aztán némi zűrzavar volt a gyülekezetben, ott ahol voltunk. And the church kind of és hát a gyülekezet úgy robbant, és eladták a birtokot, a helyét. Sokan elmentek, meg minden. It was trouble. Gond volt. He was part of those that left. És ő is azok között volt, akik elmentek. And he went back to the jazz world. Visszament a jazz világába. He thought he would just start again. És azt gondolta, hogy majd csak újra felveszi and a fonalat. Where he left off, you know. Onnan folytatja, ahol abba hagyta. But it's not how it happened. De nem így történt. It's very difficult for him to get work. Nagyon nehezen tudott munkát szerezni. 10 years after.
10 év telt el közben. He was on a train to Moscow. Egy 10 évvel később ott volt egy vonaton, Moszkvába tartott. An American Baptist guy. És egy amerikai baptista férfi ült mellette a vonaton. He had been drinking Russian vodka. Előtte not the American, but Dominic. Dominic éppen orosz vodkát ivott. I mean, I don't know. Maybe the American was. Nem tudom, lehet, hogy az amerikai is, de Dominic az biztos. And the American said, "Hey." És az amerikai azt mondta. You ever read the Bible? Figyelj, olvastattam el valaha a Bibliát? And Dominic said, "No, I don't know anything about it." Dominic meg azt mondta, hogy oh, hát semmit nem tudok róla. I know nothing about that. Semmit nem tudok arról a könyvről. So they talked a little bit. Beszélgettek egy kicsit. Dominic went to his hotel room. Dominic elment a hotel szobájába. And God spoke to him. És Isten szólt hozzá. And he said, "My son." És azt mondta, fiam. Do you know I've been with you this whole time? Tudod-e, hogy egész idő alatt veled voltam. And my grace is sufficient for you. És az én kegyelmem elégséges a számodra. He began to weep and weep and weep. És elkezdett sírni, meg sírni. Because he realized that God was there. Mert rájött, hogy Isten ott and volt. Had always been there. Mindig is ott volt. And he was just here in Budapest a couple of weeks ago. Pár héttel ezelőtt itt volt Budapesten. And we had és vacsoráztunk együtt. And he said, "I have this idea. It's called c'est moi." És azt mondta, hogy van ez az ötletem, ez a c'est moi. C'est moi. And it is God saying, "C'est moi. It's me." És hogy Isten azt mondja, hogy én vagyok az. That's what c'est moi. Ezt jelenti. Én vagyok az. Okay, and this is the way he said it. És így mondta. He said, "Brian, do you remember the troubles we had?" Brian, emlékszel a gondjainkra? I said, "Oh, yeah." Mondom, hát persze. Actually, I wasn't there, but after I left, it happened. Nem voltam ott, miután én onnan eljöttem, akkor történt. And he said, "Who do you think did that?" És mit gondolsz, ki csinálta azt? Was it the devil? Az ördög volt. Was it the flesh? A hústest. Was it the world? A világ. And he said, "No, it was none of those." És azt mondta, hogy egyik sem. God put his pecsét on it. Isten tette a pecsétjét and rá. He said, és azt mondta, én vagyok az. It's me. Én vagyok az. This is what the story of Joseph is about, isn't it? József története erről szól. What a mess. Micsoda zűrzavar. What great injustice. Micsoda igazságtalanság. What sin. Micsoda bűn. And yet at the end of the story. És mégis a történet végén. Joseph gives this famous saying. De József ezt a híres dolgot and he mondja. Said to his brothers. Azt mondta a testvéreinek. Who were begging him for forgiveness. Akik könyörögtek neki, hogy bocsásson meg nekik. Forgive us. Bocsáss meg nekünk, mi vétkeztünk. And he said, "Am I God?" És azt mondta, hogy Isten vagyok én. I'm not God. Nem vagyok Isten. If you have a problem, you have a problem with God. Ha problémád van, akkor Istennel van a problémád. But this I know. De azt tudom. What you meant for evil. Hogy amit ti gonosznak gondoltatok. God meant for good. Azt Isten jóra tervezte fordítani. God's good hand was in this whole thing. Istennek az a keze volt ebben az egészben. And that's a simple message. És ez egy egyszerű üzenet. But it's very practical. De nagyon gyakorlati. When we look at our lives in this amikor world, az életünkre nézünk ebben a not világban, only our personal lives, nem csak a személyes életünkre, but also our church lives. Hanem a gyülekezetünk életére is. Have you looked at church history? Nézted már az egyház történelmet? Bendigus taught that beautiful. One of the best church history teachers on the planet. Az egyik legjobb egyház történelem tanár ott ül. Church, did the Lord know it? Isten tudta? Did he know it? Tudta? Or is it all a mistake? Vagy az egész csak hiba volt? Like when he was with his disciples. Amikor ott volt a tanítványaival. Go into all the world and preach the gospel. Azt mondta, hogy menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot és kereszteljétek meg őket és tanítsátok őket. Did he know? Akkor ő tudta? Did he know it was going to be like this? Tudta, hogy ilyen lesz? Did he know that it was going to be so much trouble? Tudta, hogy ennyi baj lesz? So much hurt. Ennyi fájdalom? Did he know it? Tudta? He knew it. Persze, hogy tudta. And not only did he know it, és nem csak, hogy tudta, it's the way he wants it. Hanem így is akarja. Is that crazy? Ez most őrület? If it's not true,
hogy ez nem igaz, then how can we rest in any of this? Akkor hogyan tudunk nyugodni bármiben ezek közül? Which of us caused it? Melyikünk okozta akkor? The trouble in my life. A bajt az én életemben, meg a te életedben. The trouble in your family. A bajt a családodban. Which one of us is responsible? Melyikünk felelős? And how about the devil? És mi van az ördöggel? You know, we talk a lot about the devil when times get hard. Sokat beszélünk az ördögről, amikor nehéz időkön megyünk keresztül. But you know, when Job's trial was over. De tudjátok, amikor Jobnak véget ért a próbatétele. The Lord did not say to Job. Az Úr nem mondta Jobnak. Yeah, well, you know, the devil, he came to me. Ja, hát tudod, az ördög odajött hozzám. Yeah. Ja. He's the one who really meant bad. Igazából ő az, aki rosszat akart neked. Yeah. Ja. He didn't tell him that story at all. Egyáltalán nem beszélt neki erről. It was as if the devil didn't even exist. Úgy volt, mintha nem is létezett volna az ördög. It was between Job and God. Ez csak Isten és Jób között volt. And the reason for the story. És a történetnek az oka. Is because God wanted to show Job. Az az, hogy Isten meg akarta mutatni Jobnak. And the devil. És az ördögnek. That this is not about Job's righteousness. Hogy ez az egész nem Jób igazságáról szól. This is not about Job being faithful. Nem arról, hogy Jób hűséges-e. This is about me. God. Rólam szól, Istenről. Me being faithful to Job. Hogy én hűséges vagyok Jobhoz. It's no surprise to anybody that Job's not faithful to God. És senkit sem lep meg az, hogy Jób nem hűséges Istenhez. But what a surprise that God was still faithful to Job. Meglepő az az, hogy Isten ennek ellenére hűséges Jobhoz. You know, the devil said if you would let me touch him. Az ördög azt mondta, hogy ha hagyod, hogy megérintsem. He will curse you. Akkor megátkoz téged. And you know what he did? És tudjátok, mit meg is tette? And the Lord knew it. És az Úr tudta. It's not like, oh no, he'll never do that. Nem olyan, hogy nem, ő soha nem teszi ilyet. Job will never go that low. Olyan alacsonyra soha nem kerül. Olyan mélyre. Oh yeah, he's going to curse you. Igen, he's going to justify himself. Átkozni téged, magát próbálja megigazítani. And he's going to condemn you, God. És téged Isten fog ítélni. And the Lord wanted to show Job something. És az Úr meg akart mutatni valamit Jobnak. The point is, Job, that I'm with you. Jób, a lényeg az az, hogy én veled vagyok. The point is not that you're with me. A lényeg nem az, hogy te vagy velem. I take the responsibility. Én vállalom fel a felelősséget. I'm the one who has the plan. Én vagyok az, akinek megvan a terve. Paul called God the only sovereign. Pál Istent az egyedül hatalmasnak nevezte. The only sovereign. Az egyedüli teljhatalmunak. We are sovereign in tiny little ways. Mi aprócska módon vagyunk hatalmasok. The amount of life that we can actually control. Yeah, az életnek az a terület, amit képesek vagyunk uralni, az kicsi. There's two proverbs that come to mind. De két példabeszéd jut eszembe. I think they're both in Proverbs 16. Szinte mind a kettő a 16. fejezetben and, van. One of them is the plan of the heart, verse 1. Az egyik az első vers. The plans of the heart belong to man, but the answer of the tongue is from the Lord. Az emberi a szív gondolata, de az Úrtól van a nyelv felelete. What does that mean? És ez mit jelent? The plan is of man. Hogy a terv az embertől van. But what he says, de amit mond, about how it actually happened, arról, hogy igazán hogyan is történt, that comes from the Lord. Az az Úrtól jön. Has anybody ever made a plan and it didn't go that way? Volt már, úgyhogy olyan tervel álltál elő, ami nem így alakult. All of us, right? Valamennyien. Has anyone made a plan, a really great plan? Vagy volt már, hogy volt valami nagyon jó terved? And really bad things happened. És aztán nagyon rossz dolgok történtek. Yeah, we've made those plans. Voltak ilyen terveink. Well, that's because man makes his plans. De ez azért van, mert az ember tervez. But the story that's told after. De aztán a történet, amit utána hallunk, az az Úrtól van. And that goes both ways. És ez mind a két irányban működik. We know that the Lord will have all glory. Tudjuk, hogy az Úré lesz minden dicsőség. All blessing. Minden áldás. All power. Minden hatalom. All praise. Minden dicséret. All worship. Minden imádat. Will be az övé lesz. We will tell his story. És mi az ő történetét fogjuk elmondani. And that's really the point, isn't it? És igazából ez a lényeg. The other is in verse 9. A másik a 9. versben van. It says, the heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps.
Azt mondja, az ember elméje terveli ki útját, de az Úr igazgatja annak járását. So I think Bojki László was right. Úgyhogy azt gondolom, Bojki Lászlónak igaza volt. That we have to declare. Hogy ki kell, hogy nyilvánítsuk. That the sovereign God has brought me right here. Hogy a teljhatalmú Isten az, aki engem ide, erre a helyre hozott. Right here, right now, és innen, mostantól kezdve I can walk with him, tudok vele járni. With Jesus Christ, Jézus Krisztussal, who has proven to us, aki bebizonyította nekünk, how much he loves us, hogy mennyire szeret minket, how what he has done that he will never leave us. Hogy mit tett azért, hogy soha ne kelljen elhagynia minket. We never have to be afraid of circumstances. Soha nem kell félnünk a körülményektől. Because Jesus Christ is the one who is the sovereign. Mert Jézus Krisztus a teljhatalmú. Whether it's many or whether it's few. Akár sokan vannak, akár kevesen. It doesn't make any difference to the Lord. Semmi különbséget nem in okoz ez az Úrnak. Tulajdonképpen it is in weakness that he is shown strong. A gyengeségünkben mutatkozik meg az ő ereje. In weakness. A gyengeségben. And it's often the process that makes us weak that we have the biggest problem with. És gyakran azzal a folyamattal van a legnagyobb problémánk, ami elgyengít minket. Isn't that true? Nem igaz ez? Yeah. So this is the 20th of September. Úgyhogy szeptember 20-a van. It's the Feast of Trumpets. A trombiták ünnepe. Kürtöki. Which ami is also eschatologically, ugye az eszkatológiában profétikusan speaks of the rapture. Az elragadtatásról beszél. The Day of Trumpets. And Jesus did die on Passover. Kürtölés napja, és Jézus ugye Páskán napján halt meg. He rose on the Feast of First Fruits. És az első zsenge ünnepén támadt fel. And és the Holy Spirit came on the Day of Pentecost. És a Szent Szellem ugye pünkösd ünnepén jött el. So it's very possible. Úgyhogy nagyon is lehetséges. We don't know because nem tudjuk. Trumpets is 2 days long. Mert hogy ez a kürtölés napja, ez két napos ünnep. But probably we will be raptured on the de valószínűleg ez alatt az ünnep alatt lesz az elragadtatás is. I'm just saying. Persze csak ezt úgy mondom. If not this year, maybe ha nem idén, akkor lehet, hogy jövőre. But the Lord could always surprise us. Az Úr mindig okozhat nekünk persze meglepetést. He said we don't know the day. Azt mondta, hogy nem tudjuk a napot, az órát. Right, and but trumpets is on 2 days, so. De ugye két napos az ünnep, úgyhogy maybe we could know the days. Lehet, hogy a napokat, azokat tudhatjuk. Anyway, we'll see. Na mindegy, majd meglátjuk. Praise God. Dicsőség Istennek. He has a great, great plan. Nagyszerű terve van. And we are in it. És mi benne vagyunk. We are in it. Benne vagyunk. Let's be confident in that. És legyen bizodalmunk ebben. It's not because things look like trouble that we are in trouble. Nem azért vagyunk bajba, mert a dolgok úgy tűnnek, hogy baj van. That's what Ivan would say. Ezt mondta Iván. And the main message, because that was the real thought. És a fő üzenetben ez volt, mert ez volt az igazi gondolat. Okay, so let's have a prayer together. Imádkozzunk. Wednesday night. What time? Oh, 6 o'clock, right? Szerdán, ugye 6-tól van este. And then Chaba's back next Sunday. És jövő vasárnap itt lesz Csaba. The conference October 3rd. És aztán október 3-a a konferencia, a mini konferencia. Right? Okay. Let's have a prayer together. Imádkozzunk. Father, thank you for revealing these things to us. Atyán, köszönjük, hogy kijelented nekünk ezeket a dolgokat. That we can rest completely in you. Hogy teljes mértékben nyugodhatunk benned. That we without shame. Hogy szégyen nélkül. Say that you love us. Azt mondhatjuk, hogy szeretsz minket. We without shame trust you. Szégyen nélkül bízhatunk benned. And declare that things are where you want them to be. És hirdethetjük, hogy a dolgok ott vannak, ahol akarod, hogy legyenek. Lord, teach us.
Urunk, taníts minket. The balance in life. Az egyensúlyra az életben. Of what to let go of. Arra, hogy mi az, amit elengedjünk. And what is our part. És mi az, ami a mi részünk. Lord, help us Urunk, not to be discouraged. Ne bátortalanodjunk el. But to always declare. Hanem, hogy mindig hirdessük. That God is here. Hogy Isten itt van. He is doing great things. És a nagy dolgokat cselekszik. Not only in our church. Nem csak a mi gyülekezetünkben. Not only in our city. Nem csak a városunkban. But in the world. De az egész világon. He is doing great things. Ő nagy dolgokat cselekszik. We know that times have to get bad. És tudjuk, hogy a dolgoknak rosszra kell fordulniuk. As you said that there will be wars. Hiszen arról beszéltél, hogy háborúk lesznek és háborúk hírei. The nations will be against nations. Nemzet támad nemzet ellen. But you also said these things must come to pass. De azt is mondtad, hogy ezeknek meg kell történniük. And then you will come. És aztán fogsz eljönni. Help us, Lord, not to be judges. Segíts, Urunk, hogy ne bírák legyünk. Of what's good and what's bad. Ne próbáljuk ítélgetni, hogy mi jó, mi rossz. But rather, Lord, help us to walk by faith. Hanem ehelyett segíts, hogy hitben járjunk. Yes, Lord, to walk by Igen, faith. Igen, Urunk, hogy hitben járjunk. To look in your scriptures. Hogy belenézzünk a te igédbe. To find ourselves in there. Hogy megtaláljuk ott magunkat. To see what our part is. Hogy lássuk, hogy mi a mi részünk. And to be responsible for our part. És hogy felelősséget vállaljunk a mi részünkért. Yes, Father. Igen, Atyánk. Hebrews 13:6. Zsidó 13:6. We say with confidence, with boldness. Bizodalommal, bátorsággal azt mondjuk. The Lord is my helper. Az Úr az én segítségem. Because he has said. Mert ő azt mondta, that he will never leave us, hogy soha nem hagy el minket, nor forsake us. És el sem távozik tőlünk. Thank you, Lord Jesus. Köszönjük, Úr Jézus. You are the sovereign one. Te vagy a teljhatalmú. You work all things together. És te mindent együtt munkálsz. Praise you, Lord. Dicsérünk téged. We worship you today. Imádunk téged ma. Strengthen us by these words. És imádkozunk, hogy erősíts meg minket ezekkel a szavakkal. We are not big. Nem vagyunk nagyok. But we're a small part of a big God. Egy kicsiny részünk van a nagy Istenben. Yes, Lord. Igen, Urunk. Thank you. Köszönjük. Praise you. Dicsérünk téged. Thank you for the spiritual formula. Köszönjük a szellemi képletet. That when we are weak, hogy amikor gyengék vagyunk, you are strong. Akkor te erős vagy. That where sin abounds, és hogy ahol a bűn bővölködik, grace does much more abound. Ott a kegyelem annál inkább bővölködik. That all these things are for our sake. Hogy mindezek a mi javunkra vannak. That in every situation, hogy minden helyzetben, you give us a way of escape. Adsz nekünk egy kimenekedő utat. You lead us to the cross. A kereszthez vezetsz minket. That place of love. A szeretet helyéhez. The place of care. A törődés helyéhez. Place of forgiveness. A megbocsátás helyéhez. The good shepherd. A jó pásztor. Laying down his life for his sheep. Ki az életét adja a juhaiért. Thank you, Father. Köszönjük, Atyám. If there's one here and you've never accepted Jesus as your savior. És ha úgy vagy itt ma, hogy még soha nem fogadtad el Jézust megváltódnak. Jesus is the Son of God. Jézus Isten fia. He came. És ő eljött. To die on a cross for your sins. Hogy meghaljon a kereszten a bűneidért. Not just to pay for them. Nem csak hogy fizessen értük. But to take them away. Hanem hogy el is vegye őket. Not only to take them away. És nem csak hogy elvegye őket. But to give you eternal life. Hanem hogy örök életet adjon neked. That you could right here, right now. Hogy itt és most. Through the blood of Jesus Christ. Jézus Krisztus vére által. Through His cross. Az ő keresztje által. You can have a relationship with the living God. Kapcsolatod lehessen az élő Istennel. If you are an unbeliever today, és hogyha hitetlen vagy ma, or if you don't believe in Jesus, vagy hogyha nem hiszel Jézusban, then turn and believe in Him. Csak fordulj meg és higgy ő benne. And He'll give you eternal life. És örök életet fog neked adni. He'll make you a child of God. Isten gyermekévé fog tenni. And if you're a believer today, ha pedig hívő vagy ma, the same is true. Ugyanez igaz. We already have eternal life. Már van örök életünk. But God is calling us to walk by faith. De Isten arra hív minket, hogy hitáltal járjunk. To declare the things that are not as though they were. Hogy úgy hívjuk azokat a dolgokat, amik nincsenek, mint hogyha meglennének.
to hope all things, hogy mindent reméljünk, believe all things, mindent higgyünk, endure all things, mindent elhordozunk, because love never elviseljünk, fails. Mert a szeretet soha el nem fogy. He's calling us to give an exchange. Arra hív minket. The natural for the supernatural. Hogy felcseréljük a természetit a természet felettire. The natural for the spiritual. A természetit a szellemire. Yes, Lord, we give up. Igen, Urunk, mi feladjuk. We surrender. Megadjuk magunkat. White, the white flag is out. Fönt van a fehér zászló. You are God. Te vagy az Isten. You are light. Te vagy a világosság. You are peace. Te vagy a békesség. You call us. Te hívsz minket. To live in you. Arra, hogy benned éljünk. In all who you are. Mindabban, aki vagy. Thank you, Lord. Köszönjük, Urunk. Bless us as we go out into the world. És áld meg minket, amint kimegyünk a világba. May we be the light. Hadd legyünk a világosság. As the world is always talking about trouble. De a világ mindig a bajról beszél. We are always talking about the joyful things of God. Mi pedig mindig Isten örömteli dolgairól. We are always living in grace. Mindig kegyelemben élünk. We have hope. Van reményünk. We love people. Szeretjük az embereket. Because we've been loved. Mert te is szerettél minket. Yes, Lord, we can't wait to live this week. Alig várjuk, hogy élhessük ezt a hetet. All that you have for us. Mindazt, amit nekünk tartogatsz. All that you are going to do. Mindazt, amit te fogsz cselekedni. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. Wow, God bless you. Isten áldjon benneteket. Great to be here. Wow. Nagyszerű itt lenni. Yeah, God bless you. We're going to have a Isten song. Isten áldjon benneteket. Van egy dalunk.